Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális orákel gyertya mágiával. Még mindig maradok a kék színű gyertyánál, mert úgy érzem, hogy ez még mindig fontos számunkra. Segít abban, hogy meglegyen a kommunikáció, hogy ő nyitottabb legyen érzelmekről beszélni. Ez a kék színű gyertya, ez a mágia segít a spirituális területen is, hiszen itt megvan ez a forrás, az intuíciód. A videó végén átküldöm az energiát. De a gyertya mágiának az energiája már most is érezhető, és most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt lesz egy utazás, külföldi kapcsolatok, vagy egy látogatás külföldről, de ez az utazás lehet egy belső út is, mint például egy spirituális terület. Amint ez a kártya még jelent, a mozgás, előre mennek az események. És itt látható egy kis pénz, itt több pénz, tehát nyerességről van szó, és ez a pénz útban van hozzád, meglátogat téged, itt megvan akkor az örvendezés, úgy jön, mint egy ajándék, egy kellemes meglepetés, ami szerencsét hoz, sőt, itt lesz egy jó hír is, vagy egy előnyös szerződés. És itt a kártyán látható a remény, hogy az anyagiak terén jóra fordul minden. Itt látható a nyereség, ami a szerelmi életet illeti, itt lesz egy találkozás. De azért figyelj oda, hogy mi történik a környezetedben, hiszen a háttérben megjelenik ez a férfi. Figyelget benneteket, féltékeny. De a háttérben ez a személy lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Valaki irigy rátok, vagy féltékeny. Figyelget benneteket. És pontosan ez, ami itt betegít téged. A betegség mellett megjelenik ez az özvegy férfi. Az jelenthet egy idősebb férfit a környezetedben, az lehet az apukád is, aki most kicsit betegeskedik. De mivel a kártyák itt a betegség közelében szerencsét jelentenek, akkor az arra utal, hogy itt lesz gyógyulás. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. És ez a férfi a te lelki társad, vagy utal a férfiakra. Mi történik nálad? Itt melletted van ez az özvegy nő. Ez lehet egy idősebb hölgy, a környezetedben, lehet az anyukád is, vagy jelenti azt, hogy jelenleg szomorú vagy, egyedül érzed magad. De vedd figyelembe ezt a kártyát is, hiszen jelenti az ő gondolatait. Ő gondol rád, ő tervez veled valamit, tehát nem maradsz egyedül. És megnézzük az ő gondolatait, nála megjelenik a szomorúság. Lehet, hogy nincs kapcsolat jelenleg kettőtök között, de ő gondol rád, és mivel nem vagy ott, ez elszomorítja őt, de mégis megvan a hite, megvan a bizalom, erre utal ez a lelkész. A hite megvan ahhoz, hogy lesz újra itt egy találkozás, örvendezés, meglátogat téged, itt lesz egy jó fordulat. És hogy meglegyen a kommunikáció kettőtök között, és hogy nyitott legyen
az érzelmekről beszélni, ebben segít a gyertya mágia, és most átküldöm számodra a mágia, a gyertya energiáját. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemed, gondolkodj el azon, hogy mit szeretnél közölni vele, vagy mit szeretnél hallani tőle. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!